Isten hozta kedves nézőinket! Önök a Credo TV magyar nyelvű műsorát nézik, a Szívdobbanást. Újból a Biblia és az ige hirdetés mellé hívjuk nézőinket. Időtálló kincset szeretnénk átadni. A legtöbbet, ami ingyen adható, az evangéliumot, vagyis a jó hírt tesszük láthatóvá és hallhatóvá. A jó hír az, hogy Isten, aki a világot teremtette, és fenntartja még a szívdobbanásunkat is, ameddig ő akarja, ő szeret minket. Hibáink, tévedéseink, keménységünk ellenére is szeret minket. A jó hír úgy folytatódik, hogy mivel Isten szeret minket, elküldte a fiát, hogy összekössön minket a mennyei atyával, meghaljon a bűnünkért, hogyha hiszünk ebben az áldozatban, velünk maradjon, lakozást vegyen a belső emberünkben. Végül pedig biztosan elvezessen mennyei országába, ellentétben azokkal, akik nem engednek a fiúnak, a hirdetett igének, és nem hisznek benne. Ezek a keménységük miatt, ami egy életen át tarthat és fenntartható, a gonosszal, a sátánnal hasonló sorsra kell jussanak, az örök elvettetésbe, a gyötrelem helyére, távol az Isten örök szeretetétől. Ezért olyan fontos, hogy ne keményítsük meg a szívünket, és figyeljünk oda a hirdetett ígére, hogy el ne kapjon, magával ne ragadjon a gonoszságnak az áradata. A gonosz a valóságos életben lépten nyomon ott van, reánk leselkedik. Szeretettel meghívom tehát most, hogy kövessék figyelemmel a legújabb szívdobbanásunkat. Az ígét dr. Kisjuhász Vilmos lelkész hirdeti. A felvétel a kolozsvári Magyar Baptista imaházban készült. Találjunk sok jót, inspiráló igazságot ebben a műsorban. Yeah.
Keressük meg együtt, testvéreim, Lukács evangéliumát és annak a 6., illetve 7. részéből olvassuk Istennek ígéjét. Lukács evangéliumának 6. részéből a 45. verssel kezdve kezdem Isten ígéjének olvasását, és a 7. rész 10. igeversét is felolvassuk. Lukács evangéliumának 6. részéből a 45. verssel kezdve így szól Isten ígéje. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem mívelitek azt, amiket mondok? Valaki én hozzám jő, és hallgatja az én beszédimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mérehatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklára épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, amelyben beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Mikor pedig mindenő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemenne Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben vala, az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldi a zsidók véneit kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérék őt mondván, méltó, hogy megtenné ki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját izenvén néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, s ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy ha a másiknak jövel, eljő. És ha a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván, elcsodálkozik ő rajta és hátrafordulván, mondá az őt követő sokaságnak. Mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták. Amen. Nagyon örvendek annak, hogy a hegyi beszédnek a végét, a záradékát felolvashattuk ezen az estén. Nagyon sokszor olvastam már a hegyi beszédet, és különösen a szívemben maradt az igehallgatásról szóló példája az Úr Jézusnak, aki az építőmesterhez hasonlítja az igehallgatót, hogy miként, hogyan hallgatjuk az igét, és milyen követei, milyen tanítványai, milyen hallgatói vagyunk Jézus Krisztusnak. De soha életemben nem figyeltem fel arra, most a héten történt meg először, hogy rögtön utána következik egy példa. Az Úr Jézus nem csupán beszél, nem csupán elméletet tart,
nem csupán magyaráz dolgokat, hanem rögtön példát is hoz. És a szolgán keresztül, és a századoson keresztül meg fogjuk látni azt, hogy mit jelent. Nem csupán az imaházban, nem csupán a templomban, hanem az életben. Krisztusnak tanítványa, Istennek gyermeke, az ígének valódi hallgatója lenni. Azt mondja az Úr Jézus itt a hegyi beszéd végén, Lukács evangélium a 6. részének utolsó verseiben, a jó ember az ő szívének jó kincseiből hoz elő. De a gonosz is onnan a szívből hozza elő a maga gonoszságát. Kedves testvéreim, itt ülve a padban, de akár otthon hallgatva vagy nézve az Isten tiszteletet, olyan jó kegyes embereknek látszunk. Fel vannak öltözve szépen, látszik, hogy elrendezték magukat, ügyesek, nem kormozták, nem sározták össze magukat ma, egészen jól néznek ki, örvendek neki. De Isten arra kíváncsi, hogy ott beül, mi van a szívben. Mert onnan jönnek elő a dolgok. Ez, ami kívül teszünk, mondunk, cselekszünk, ez onnan bentről gyökerezik. És azt mondja az Úr Jézus, az, aki jó lett Isten szerint, az a szívének kincseiből hoz elő jókat. De a gonosznak is. Csak tünete az, hogy mit mond, mit tesz, miért cselekszik égtelenül, mert a szívében keménység, gonoszság van. Azt is olvassuk, hogy a kegyes látszat sem takarja el a valóságot. Istennek hiába mondjuk azt, hogy Uram, Uram! Meg fogjuk látni, hogy a százados tudta, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus Úr. És nem úgy uramozott, hogy tisztelettudásból, kegyes álszentségből, vallásosságból használt ezt a szót, hanem úgy, mint aki hitte és vallotta, hogy Jézus Krisztus Úr. Ugyancsak itt a hegyi beszédben, itt a végén látjuk azt, hogy eljön a vihar valamennyünknek az életében. Eljön az az időszak, amikor nagyon fúj a szél, amikor jön az árvíz, amikor a folyóvíz megmozgat mindent, és akkor dől el, hogy Istennek valódi gyermeke újjászületett. Követője vagyok Krisztusnak, vagy csak szokványos, megszokott egyháztag, amolyan hagyományos hallgatója, de nem komoly megélője az ígének. Eljön az az idő, amikor próbára leszek téve, és próbára leszel téve. Amikor nem az látszik meg, hogy mi van kívül. Amikor nem az épület fontos innen az alaptól fölfele, ami a felszínen van, hanem az látszik meg, hogy mi van ott mélyen. Mi nem látjuk ennek az épületnek az alapját. De mikor dolgoztunk, akkor láttuk azt, hogy szinte egy méteres alap van öntve betonnal, vassal. Nagyon keményen, mélyen. Nem cirádákkal, nem díszítésekkel, nem különféle vonalakkal, domborzatokkal, idomokkal, rút, kemény, sértő beton. De megállja a helyét. És az egész épületet tartja. És a Jézus Krisztusban vetett hitünk ilyen alap, ilyen szilárd bizodalom, amit nem kegyes álszentséggel kell kiszépíteni, hanem ami Isten előtt úgy a maga valóságában gyönyörű, nagy és igen értékes. Figyeljétek meg, kedves testvéreim, mit jelent jó embernek lenni. Itt van a példa. Azt olvassuk, leszáll az Úr Jézus Krisztus a hegyről, és bemegy Kapernaumba.
bemegy, ott a Genezáret tó partján egy kis halászfalucskába, közönséges galileai embereknek a lakóhelyére, és úgy olvassuk, épp ott Kapernaumban egy századosnak, egy római századosnak a szolgája beteg volt. Azt kell tudni a római hadseregről, hogy nem egy ülő hadsereg volt, egy állandó készenlétben lévő hadsereg, bevetésre kész, aféle kommandóztak, akik mesterei voltak annak, hogy mit jelent bevetésre készen lenni. Különösen zsidó földön, ahol nagyon sok volt a lázongás. Azokat a csapatokat küldték oda, azokat a hadvezéreket, azokat a tiszteket, akik nem ismertek könyörületet. Akik nem kétszer-háromszor kérleltek, és utána netalán rendet is teremtettek, hanem egyszer szóltak, és másodjára már odaütöttek. Mert a zsidók is forró vérű emberek voltak. Hamar lázadtak. És itt volt egy római százados, egy centúrió, akinek 100 ember volt a keze alatt, és akiről azt olvassuk, a szolgáját nagy becsületben tartotta. Testvéreim, ha ő nem lett volna Isten szíve szerint való jó ember, akkor nem becsülte volna szolgáját. A rabszolga abban a korban a féle értéket képviselt, adtak, vettek, kihasználtak. Úgy olvassuk, ez az ember másképp gondolkozott. Az ő embertársába nem egy rabszolgát látott, hanem egy becsülni való szemét, egy férfit. Így olvassuk, azért a szolgáért szól, aki nála nagy becsületben volt. És nagyon tetszik nekem, hogy ez az ember tudott otthon viselkedni. A vitéz, a katona, a százados meg tudta becsülni a rabszolgáját is. Tudta, hogy hogy kell vele viselkedni. Értéket képviselt a személybe. Nem úgy gondolta, én római ember vagyok. Lehet, hogy római polgárjoga is volt. Ez egy nyomorult rabszolga. Ez senki. Ne. Ahogyszor elmegyek az utcán, és látod a kéregetőket, és a különféle utcai lakót, mi fogalmazódik meg a szívembe és a szívedbe? Van az én szemembe becsülete? S a tiédbe? Ennek az embernek a rabszolgája becsületes, megbecsülni való személy volt. Figyeljétek meg tovább. Lehet, hogy azt mondjátok, hát igen, testvér, az az ember, az sokat tett érte, az könnyű volt megbecsülni. Hát abból neki csak java volt, ha azt a szolgát, aki neki a javát kereste, megbecsülte, hogyha vigyázott rá. De azt olvassuk, a zsidókkal is, a római lévén jó viszonyban volt. Amikor a zsidók véneit elküldi, hogy szóljanak Jézusnak, akkor így szólnak a zsidó vének. Méltó, hogy megtedd, amit kér, mert szereti a mi nemzetünket. Nem tudom, hány rómairól lehetett ezt elmondani, aki az első században hódoltság alatt tartotta Palesztinát. Szereti a mi nemzetünket. És főleg hányan mondták el zsidók róla. Volt egy kivétel. A sok gyilkoló, a sok kemény, marcona, Rómát emelő harcos vitéz között, aki szerette. Szerette a népet, a zsidó népet. És ott a maga szolgálati helyén, Jeruzsálemtől távol, ahol úgy szólván,
Még zsinagóga sem volt, nem tudjuk, hogy hogy létezik, hogy Kapernaumban ne legyen zsinagóga. De nem volt. Vagy legalábbis valami probléma lehetett, nem működött már, mert azt olvassuk, azt mondták a zsidó vének, ez az ember építette nekünk a zsinagógát. Ez az ember nem azért jött ide, hogy uralkodjon felettünk, látta mi szükségünket. Hogy nincs, ahol imádkozzunk, nincs, ahol elővegyük a Tórát, az Isten tanítását. Nincs az a hely, ahol neveljük a gyermekeinket írásra, olvasásra, és építetett nekünk zsinagógát. Figyeljétek, mert testvérei, nem azt mondja, hogy mondják a vének, ki eszközölte, hogy kapjuk meg az engedélyt. Még csak nem is azt mondják, besegített az építkezésnél, adott katonákat, építette nekünk. A zsidók ezt úgy mondják el, a zsidó vezetők, mint akik ők maguk kívül vannak. És úgy élték meg, hogy ez az ember nekik építette. Ugye elgondolkoztam rajta, mi lehetett ennek az embernek a szívébe, hogy ő zsinagógát, zsidó templomot, zsidó imaházat építetett. És ide jutottam vissza, amit megfogalmaztak a zsidó vezetők. Szeretet. Azt a szükséget, amit látott, ő próbálta pótolni. Na, a jó ember, innen ismerszik meg, az Isten szíve szerint való ember, innen ismerszik meg, hogy megkönnyíti az Istennel való találkozásomat, és az Istennel való találkozásodat. Nem gátolja, nem hátráltatja, megkönnyíti. És ez az ember azt a hajlékot építette a zsidóknak, ahová tudta, hogy ő soha nem teheti be a lábát, mert ő római. Ő ott nem imádkozhat. És világos volt számára, hogy neki ez nem lesz kegyességi hely, soha. De nem a maga érdekét nézte, hanem az Isten érdekét, és azoknak az embereknek, akik ott voltak Kapernaumban, imaházat, zsinagógát építetett. Arról is olvasunk, Jézus enged a zsidó vének szavára, akik azt mondják erről az emberről, hogy méltó, hogy megtett. És figyeljétek meg, hogy ennek az embernek az életét mennyire bibliai módon írja le az ige, hogy a jelleme milyen volt. A környezete azt tudja mondani róla, ő méltó, hogy foglalkozz vele. Ő pedig azt mondja magáról a Máté 8-ban, odajárulván Jézus elő a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nálam annyiszor fordítva van, hogy én tartom magamról, hogy hát én méltó vagyok erre is, arra is, amarra is. És a környezetem kell elmondja azt, hogy de nem, vigyázz. Sőt, ennél az embernél pedig pont fordítva van. Az Uram uramozása nem arról szól, hogy Uram, tudsz róla, hogy én építettem Kapernaumba zsinagógát? Nem azt mondja, Uram, én oda nem mehetek. De nem vagyok méltó az én hajlékomba, jöjj. Ez az alázat, ez az önismeret, ez a lélekben való meghajlás nagyon tetszik nekem. És megfogta a szívemet, megmondom őszintén. Ez az ember elmondja világosan,
Uram, én nem vagyok méltó. Mi akkor is, ha mások azt mondják, hogy igen, méltó vagy, hogy Jézussal találkozz. Nem csupán azt olvassuk, hogy jó ember, arról is olvasunk. Így szólítja meg Jézust. Uram, figyeljétek meg, testvéreim, a hitnek milyen formája van ennek az embernek az életében. Nem egy kegyes uram-uramozás, nem szép beszéd, hanem azt mondja, én hatalom alá vetett ember vagyok, illetve nekem is vannak vitézeim. És három emberről beszél. Az egyiknek azt mondja, eredj el, és elmegy. A másiknak azt mondja, jöjj el, és eljöjj. És ott említi a szolgáját is, harmadiknak, és azt mondja, szólok a szolgámnak, tedd azt, és azt teszi. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy az első kettő most is igaz volt. A vitézek nem mertek a századosnak nemet mondani, ha halálba is küldte őket, menni kellett. Ha menni kellett, mentek. Ha jönni kellett, jöttek. Azt olvassuk, a szolgának most hiába szól. Mert gutta ütött, volt béna. Nem írja ezt Lukács, de írja Máté, a Máté 8-ban, így olvassuk, Uram, az én szolgám otthon gutta ütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És meglátta azt, hogy hiába mondja, hogy tedd azt, meg már nem is mondhatta, mert ott feküdt bénultan. És az ember megértette, hogy egyedül, ami tud segíteni, a hit. Mert hiába próbálná ő a lebédult szolgáját felemelni, támogatni, gyere tedd, gyere mondd, te tudod, hogy hol van, eddig is te rendezted. Nem próbál erővel emberi megoldásokat keresni, hanem Jézushoz küld, és azt olvassuk, Uram, csak egy szót szólj. Uram, én csak egy egyszerű római százados vagyok, és ha azt mondom, hogy menj, a vitézem megy. Ha azt mondom, hogy jöjj, a vitézem jön. De a római birodalom, és az én rangom, és az emberi mi voltom, tehetetlen most a bénaság, a guttaütöttség előtt. Látom, hogy már halófélben van a szolgám, és bármit mondok, bármit teszek, semmit nem ér. De Uram, ha te teszed, mert te Úr vagy, mert ha te azt mondod, hogy keljen fel az én szolgám, fel kell, mert neked erőd van, mert neked hatalmad van, e felett a betegség felett is, te vagy az élet Ura, és ha te azt mondod, hogy menjen, akkor elmegy. Elhagyja őt a betegség, mert tied a hatalom, Uram. Én képtelen vagyok ezt tenni. Én arra sem vagyok méltó, hogy leboruljak előtted, hogy elibed járuljak. De te Úr vagy. Te ebben a helyzetben is csak egy szót kell szólj. Nem kell nagy hókusz-pókuszokat tegyél. Nem kell a nagykönyvben megnézd, hogy mit írnak. Nem kell időt kérjél, hogy ez nagyon súlyos eset, gondolkozunk rajta, megpróbálunk tenni valamit. Te olyan szuverén Úr vagy, akinek nem mond nemet senki és semmi. Ha egy szót szólsz, ez a betegség tűnik, és az én szolgám meggyógyul. Tudom, ha értitek, kedves testvéreim, hogy ennek az embernek a kitárulkozása és megszólalása mit jelent. Ura, én hiszem azt,
hogy a te szavad logosz. Mert ő nem olvashatta a János evangéliumának az első részéből az első verset, ahol azt mondja az Úr Jézusról az íge, János írása szerint kezdetben vala az íge, és az íge vala Istennél, és Isten vala az íge. Ő nem olvasta ezt az evangéliumot, de tudta. És tudta, hogy a Jézus szava, az teremtő íge, az logosz. Az nem olyan szó, amely elszáll. Az nem olyan szó, amely csak ki van mondva, hanem amiben isteni erejű és hatalom van, ami által lett teremtve ez a világ, ami által van fenntartva minden. És ez az ember teológia, meg kellő szavak, szakszavak nélkül elmondja maga katonai nyelvén, Uram, hiszem, hogy neked egy szavad elég. Nekem nem kérdés. Itt van ez a halófélben lévő szolgám, akinek már keze, lába nem működik, tehetetlen, de a te szavadra helyre jő. Csak egy szó. Nem is kell érítsd, nem is kell lásd, nem is kell ott legyél, távolságból, Uram, a te szavad szó, isteni szó, teremtő szó, erővel teli szó, és hiszem, Uram, ha egy szót szólsz, meggyógyul az én szolgám. A bizalomnak, a meggyőződésnek, az Isten ismeretnek mélységeiről olvasunk itt. Amit Jézus sem hagy szó nélkül, és azt mondja, ilyen nagy hitet nem láttam Izraelben. Hisz tőlem azt várják, hogy egyenek. Azt várják, hogy nagy dolgokat lássanak. És ha szót szólok, ó, hát csak egy rabbi, csak egy tanító. Nem egy szót szólok, egész prédikációkat, egész tanításokat, és mégsem hisznek. Ez az ember azt mondja, egyetlen egy szót szóljak. Figyeljétek meg, testvéreim! Jézus ezeket halván elcsodálkozik ő rajta. Nem kicsi dolog a mindenható Istent, Jézust, aki az Istenségnek a része, csodálatba ejteni. Higgyétek el, hogy ismer mindent csodálatosan, tökéletesen. De látva ennek az embernek a viselkedését, a szavát, a megnyilvánulását, elcsodálkozik. Milyen gyönyörű. Milyen tökéletes. Milyen nyilvánvaló hit. És most kérdezem magam, és kérdezlek téged. Látva az én meg a te megnyilvánulásodat, vajon mind csodálkozott el Jézus a mai nap, vagy az ezen a héten? Hogy tudok még mindig ilyen lenni? Hogy tudsz még mindig olyan lenni? Vagy azon örvendek, hogy az én gyermekem képvisel engem is, hiszi a szavamat. Engedelmesen követ. Végül hadd szóljak arról, eljön a vihar valamennyünk életébe. Sokszor egészen váratlanul. Derült égből villámcsapás. És a hitem és a hited, a tanítványságom, a Krisztus követésem, a mennyei honpolgárságom meg van mérve, hogy mennyire gyökerezik Krisztusban. Ez a százados is eljutott egy ilyen pontra, amikor a maga tehetetlenségébe be kellett vallja, Uram, nem vagyok képes semmire, de még arra se, hogy hozzád forduljak.
nem vagyok képes, és nem vagyok méltó. De azt olvassuk, mikor már ott van Jézus a háztól, pár méternyire, közel, elküldi a jó barátait, és azt mondja, Uram, ismételten mondom, nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj. De most szólj, Uram. Szólj most. És így olvassuk, visszatértek a jó barátok és a küldöttek, és a századossal együtt találták örömbe azt a szolgát, felépülve. Nem tudom, mutogatta a kezét, lábát, nézd, mozog. Tudok fogni, tudok járni. Nézd, tudok beszélni. Tudom tenni a tennivalómat. Környezetemnek és környezetemnek vagy egy századosa, aki Krisztushoz megy, és aki által megmozdulnak a dolgok. A százados nem magáért könyörgött. Uram, nézd meg a kezem, nézd meg a lábam. Nem, a szolgájáért, másért. Mert a szeretet, ami a szívében volt, az úgy érzékeltette vele, hogy az neki annyira fáj, hogy a szolgája ilyen helyzetben van, mint ha saját magával történt volna. És kész volt közbelépni, kész volt esdekelni, kész volt Jézushoz folyamodni. Nem magáért, másért. És azt olvassuk, a hazatérő követek ott találják örömbe. Együtt a szolgát a századossal. Máté hozzáteszi, abban az órában meggyógyult a szolga. Figyeljétek meg, testvéreim, Lukás leírja, nem azt találták, hogy egy kicsit jobban volt. Nem úgy találták, hogy megfordult a betegsége, már egészségben találták. Hát akik itt vagyunk, hányunkról lehetne elmondani, hogy már egészségben vagyunk. Ilyen, olyan, amolyan hiányosságuk vannak. Hadd ne soroljuk őket. Isten szava, a Krisztus kijelentése mindent helyrehozott. Egészségben találták. És úgy látjuk, hogy ima meghallgattatás, isteni erőnek a kiáradása, dicsőítés történt a lélek által, mert nyilvánvalóvá lett Isten munkája ennek az embernek az életében. Az a ház nem dőlt össze. Nem borult gyászba, megtelt Isten dicsérettel. Ez az Isten akarata, hogy a házam és a házat megteljen Isten dicsérettel, Isten magasztalással. A mi Urunk keze nem rövidült meg, az ő szuverén hatalma nem csökkent, nem csappant. Az ő kijelentő, teremtő szava ma is teremt. Igen, ha hittel kérünk, ha teljes alázattal, ha Krisztushoz folyamodunk, és ha el tudjuk mondani, Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyulok, meggyógyul az én szolgám. Hadd fejezzem be azzal, a jó ember szívének jó kincseiből hoz elő.
ez az ember nem csupán a nehézségben folyamodott Jézushoz, jólétében is. Isten szolgálta pogány emberként, katonaként, aki aféle gyilkoló eszköz volt a birodalom kezében, tudott Istennek szolgálni. Hittel. Jönni Krisztushoz, és megértette, megtapasztalta, átélte Krisztus hatalmát és erejét. Én és te, akik itt ülünk Isten házába, akinek a teljes szentírás a kezünkben van. Ilyen hit mélységgel járuljunk az Úrhoz. Uram, csak egy szót szólj. Én teszem, én engedelmeskedek, és tudom, a te szavadban van az én gyógyulásom, az én helyreállásom. Mert te vagy az Úr. Amen. Oh, Easter.
hogy te az első nékem, irányítsd életem. Lelkeddel töltsd be szívem, új és meg Amint az műsorunkban az ige hirdetésből kitűnt, Lukács evangélista különböző embercsoportok kihangsúlyozásával, mint például a zsidó vezetők, vagy a római százados, aki a római hadsereg része volt, alátámasztja az Úr Jézus megváltói szerepét, amivel mindenkinek egyformán szabadulást kínál, úgy nekünk is, akik figyelemmel kísértük a Credo TV szívdobbanás műsorát. Köszönöm figyelmüket, Isten áldását kívánom. Találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, és ugyanitt.